Mozdulni sem lehetett, annyian voltak szerda reggel a vásárcsarnokban, még a szokásosnál is többen akartak friss zöldséget vagy gyümölcsöt beszerezni, közvetlenül a termelőtől. A nyárnak elvileg vége, saját termésű gyümölcsből azonban bőséges a kínálat. Csak a dinnyét, a medgyet és a sárga barackot felváltotta a késő érésű őszi barack, a szőlő és a szilva. Mindegyikre van kereslet, ha a megfelelő érettségi állapotban van letedve a fáról, mert én csak a saját fántermet érett gyümölcsöt hozom a piacra, arra van jobban kereslet, nem pedig a ládába, ami mit tudom én, 3-5 napja van a ládába, és akkor kerül a piacra. A szilva most a legnagyobb sláger, kisebb vagy nagyobb, hosszúkás vagy tömzsi, attól függ, hogy mire kell a háziasszonynak. Nekvárnak például ez a fajta a legjobb, ráadásul a gyümölcs mellé mindjárt egy jó receptet is kap, aki itt vásárol. Ezekből csodálatos, ebből a fajtából a lekvárok, a dzsemek. Akkor van egy speciális, Olaszországból hoztam be egy receptet, egy csokoládés szilvát, amit egy csokoládéval teszünk el, és palacsinta töltelékekbe, leveles tésztákba, csodálatos. Na most ebből még nagyon-nagyon finom a rétes. A kereskedők szerint a szilvának még egy jó hete van hátra, de szőlőből folyamatos az utánpótlás, vagyis aki egészséges táplálékra vágyik, az nem késett le semmiről. Szeptemberben lesz még bőven gyümölcs a Győri piacon.